Királynők és királyok útja, a londoni MOL, ami egyenesen a világ egyik hatalmi központjához, a Buckingham palotához vezet. Még ha vesztett is csillogásából az uralkodók világa, mégis minden nap tömegeket vonzanak e történelmi falak. Már egy évszázaddal ezelőtt is, amikor Viktória királynő hatalma csúcspontján állt, amikor teljes dicsőségében ragyogott a birodalma, már akkor is voltak a kulisszák mögött még hatalmasabbak, akik országhatárokon átlépve irányították a világpolitikát. Akkoriban, akár csak most, csak néhány száz méterre éltek a királyi lakosztályoktól. A világ titkos urai. A Rothschildok. Siegfried Aust filmje. Ennél a kandallónál nemrég még Bill Clinton melegedett. Itt a St. James Parkban, London legelőkelőbb negyedében szívesen találkoznak a világ hatalmasai, hogy elrendezgessék a globális gazdaság zsinórpadlását. Ide alig engedtek be eddig kamerát. A házat Jacob Rothschild, a nagy család feje vette át Lord Spencertől, Lady Diana apjától, és 50 millió fontért restauráltatta. Több mint egy évre és sok-sok tárgyalásra volt szükség ahhoz, hogy Jacob Rothschild kameránk elé álljon, mert a diszkréciót a Rothschildok nagy becsben tartják, és rendkívül jól alkalmazzák. Tudja, mi az utóbbi 50 évben nagyra értékeljük a nyugalmat. Szívesen élünk csendesen és visszavonultan. Más volt a helyzet a 19. században, amikor a Rothschildok még keresték a nyilvánosságot. Azóta szerényen élünk, több mint szerényen, zárkózottan. Nincs a világon még egy család, amelynek nevéhez annyi legenda kötődik, amely nem királyi származása ellenére akkora hatalomra tett szert, mint ez a dinasztia. Ha valahol a világon egy Rothschild utód születik, 150 millió dollár a baba kötvénye. Vajon mit jelent egy Rothschild számára Rothschildnak lenni? Nagyon sokat. Mindenek előtt felelősséget. Azt, hogy kötelességünket tisztességesen teljesítjük, hogy üzletünket hatékonyan és vállalkozó szellemben folytatjuk. Nagy a felelősségérzetünk a zsidó közösségért is. Alapítványaink nagy beruházásokat támogatnak Izraelben. És komolyan kötelez minket az örökségünk is. A Rothschildok pályafutása 200 évvel ezelőtt kezdett el üstökösként felívelni a brit kontinensen. Véghez vitték a 19. század legnagyobb spekulációs üzletét. Ők finanszírozták a brit kormány számára a Suezi csatorna megvásárlását. 24 órán belül folyósították készpénzben a 4 millió font sterlinget. Egyedül ők voltak képesek erre a világon. Ez 1857-ben történt. Alig 20 évvel előbb vonultak be az alsóházba, és 1885-ben már nemesi rangot adott nekik Viktória királynő, így a lordok házában is helyet foglalhattak. A Rothschild az egyetlen család a brit történelemben, akiknek megengedték, hogy megtarthassák zsidó nevüket, mert egyébként mindenkire nézve kötelező, hogy angol szász nemesi nevet válasszon. A Rothschildoknak sokszor volt nagyobb hatalmuk, mint az európai királyoknak vagy hercegeknek. Jó ideig járta az a mondás, hogy egyetlen uralkodó sem képes háborút indítani a Rothschildok beleegyezése nélkül.
Ez azért kétes igazság, mivel a család üzleti érdekeivel többnyire a béke megtartása állt összhangban. Így nekik is köszönhető, hogy Napóleon után gyakorlatilag egész Európában beköszöntött a béke. Mondhatnánk a 100 éves béke. Erre joggal büszkék a Rothschildok. A Rothschildok feltűnés nélkül, de annál határozottabban irányították a nagy politikát. Ez az ajtó mindig nyitva állt előttük. A Downing Street 10-es szám alatt a brit miniszterelnök rezidenciáján folytak a tárgyalások Izrael állam megalapításáról, és bizony a Rothschildok gyakran voltak jelen más nagy horderejű döntéseknél is, amikor Nagy-Britannia vagy a világ sorsa forgott kockán. A kívülállók erről szinte sohasem értesültek. Ez a család alapította az első világhálózatot. Már 150 évvel ezelőtt gyakorlat volt náluk a globalizáció, akkor, amikor még nem is volt szó erre. A sok különálló nemzetgazdaság környezetében létrehozták a világgazdaságot, és mindig a határokat átlépve kereskedtek. Mindez több mint 250 esztendeje kezdődött Frankfurtban. A cég megalapítójára, Mayer Amschel Rothschildra csak egy egyszerű sírkő emlékeztet a zsidó temetőben. Ám a dinasztia megalapítója máig példakép, még a Lord számára is. Ez a két kép emlék a régi házunkról, a Judengasséból, az eredeti Rothschild házról, a frankfurti gettóban. Nagyjából ilyen képet mutatott annak idején a gettó. Szorosan összezsúfolt házakból állt, így is mutatva, hogy a város nem volt éppen barátja a zsidóknak. Ebben a zöld pajzshoz címzett házban kezdődött a Rothschildok világra szóló sikere. Ez volt az első bankházuk. A Judengasszén már csak néhány maradvány emlékeztet az épületre. Ma múzeum áll itt. Egyetlen más család sem adott annyit Frankfurtnak gazdaságilag és kulturálisan. Egyetlen család sem adott annyi önbizalmat a zsidó származásúaknak, mint a Rothschildok. A Rothschildok számára Anglia volt biztonságos. Ám nem csak a biztonságot jelentette számukra, hanem innen tudták megszervezni a zsidó gyerekek kimenekítését. Itt tudták számukra menedékül adni a Wedeston Manor kastélyt. Elmondhatjuk tehát, hogy a Rothschildok gazdagságukat, amit a társadalomtól szereztek, így módon emberbarátként vissza is adták a társadalomnak. E falak mögött ma a világ legnagyobb műkincsgyűjteménye található. Azért, hogy biztos jövője legyen a gyűjteménynek, a kastélyt és a műkincseket az államnak ajándékozták a Rothschildok. A fenntartásról azonban így is saját alapítványuk gondoskodik. A Rothschild villágból Frankfurtban csak ez az egy palota áll már, és tanúskodik az egykori pompáról. A II. Világháború bombázásai minden mást elpusztítottak. Ma már a bankpaloták árnyékában húzódik meg a ház, amelyet egykoron a Rothschildok a városnak ajándékoztak, majd közkönyvtárként működött. 10 évvel ezelőtt itt rendezték be azt a zsidó múzeumot, amely a látványos bankárkarrier dokumentumait mutatja be. A Rothschildok két generáció alatt létrehozták a legnagyobb magánbankot, nagyobbat, mint bármelyik európai vagy amerikai bank. Képzeljük csak el, hogy 1804 és 1904 között egyetlen évszázad alatt a Rothschildok 1,3 milliárd angol font sterling értékű kölcsön nyújtottak különféle államoknak. Ez mai értékben körülbelül 60 milliárd euró. Ilyen nem volt sem a Rothschildok előtt, sem a Rothschildok után, sem Amerikában, sem Európában. Ez természetesen irigységet és mitoszokat szült. A siker kulcsa a gyors kommunikáció és a jól működő titkosszolgálat volt. Amikor a Rothschild fiúk Európa szerte működni kezdtek, akkor az öreg Salomon Bécsbe költözött. A Dunamenti Monarchia hatalmi központjába. James Párizsba ment, Frankfurtban pedig Amschel vette át az apai üzletet. A brit birodalom fővárosában Nátán működött. Károly Nápolyban dolgozott, és hamarosan felvette az üzleti kapcsolatot a Vatikánnal is.
Pályafutásuk kezdetén a Rothschildok bizony kemény üzletemberek voltak, és néha nagyon kockázatos spekulációkba bocsátkoztak. Attól sem riadtak vissza, hogy vetélytársaikat csődbe kergessék, még ha azok zsidók voltak is. Ha kellett, királyokat, hercegeket fosztottak meg trónjuktól, ha kellett, újságokat vásároltak fel, egész parlamenteket vesztegettek meg. Ez szokásuk volt akkoriban. A módszereik láttán joggal állíthatjuk, hogy messze áll tőlük az üzleti tisztesség, legalábbis az alapító időkben. Szóval igazi dinasztia alapítók voltak. Ha kellett, övön alul is ütöttek és kegyetlenkedtek. Ez lehet az egyik oka annak, hogy nem szívesen nyitják meg magánarchívumaikat, mert akkor folt eshetne a hírnevükön. Az alapító még a szűk gettóban élt, fiai azonban már feltűnő palotákat építettek. Az angol ágtól eltérően Franciaországban szívesen mutogatták vagyonukat a Rothschildok. Úgy éltek, mint a királyok. Zajos bájaik máig legendásak. Hivalkodó életstílusukat még a 20. század 70-es éveiben is folytatták. Aztán változtak az idők, és velük együtt a Rothschildok is. A palotát oda ajándékozták a Párizsi Egyetemnek. Persze ők attól még a francia elit tagjai maradtak. Azt gondolom, hogy magától senki sem lesz az elit tagja. Mindenkinek ki kell harcolnia ezt a státuszt. Tudunk arról, hogy hírneves családok gyermekei elfajzottak. Sohasem fognak az elithez tartozni. Az elithez csak azok tartozhatnak, akik méltónak bizonyulnak erre. Elismerem, ha valaki manapság híres nevet visel, azzal mondjuk kiváltságosként viselkednek, és ez többnyire előnyt jelent az életben. Így talán könnyebb olyan pozíciókat szerezni, amikről mások akkor is lemaradnak, ha egyébként intelligensebbek vagy méltóbbak lennének arra. Ez azonban önmagában nem elég. A név a kulcs, ami megnyitja az ajtót, de ha beléptünk rajta, odabent megfelelni kell. Apám, aki rendkívül művelt és nagy formátumú ember volt, mindig arra tanított, az életben az utónév a fontos. Én magam mindig azon voltam, és azt hiszem az első őszhajszálakkal el is értem, hogy ne csak vezeték nevem legyen. Noha a párizsi Rothschildok manapság kevésbé hivalkodnak arisztokrata életstílusukkal, azért szabadidejükben még mindig hódolnak úri kedvteléseiknek. Tartanak például egy istállót a legnemesebb telivéreknek. A Longchampi versenypályán szívesen találkoznak a nagy nemzet nagyfiai. Törzsvendég itt Eduard Rothschild báró, akiről a bulvárlapok azt pletykálják, hogy inkább gavallér, mint bankár. Ez őt nem zaklatja fel különösebben. Végül is a lóverseny számára magánügy. Miért titkolnám, hogy nagyon lelkesít a lótenyésztés, és lenyűgöznek a lóversenyek? Ça fait partie des activités dans lesquelles je passe pas mal de temps. Ha éppen nem a bankban dolgozom, akkor időm nagy részét ezzel töltöm. A telivérek tenyésztése ugyanakkor nálunk családi hagyomány. Nagyapám, akinek utónevét magam is viselem, komoly versenyistállót tartott fenn. Ma már ezt alig ha lehetne pénzzel bírni, ezért én már egy kicsit visszafogottabban űzöm. Ezúttal azonban nem Eduard foglal helyet a díszpáholyban, hanem féltestvére Dávid, a párizsi bankház elnöke. Ők ketten nemrég létrehozták a biztosító társaságok piacának legnagyobb ügyletét, és így a német Allianz Concern tették a világpiac vezető vállalatává. Megszokták a győzelmet. A lóversenyen is. Igaz, a lovak kevésbé kiszámíthatóak, mint a részvény árfolyamok vagy az államkölcsönök. Nincs az az erő, ami egy Rothschildot rákényszeríthetne, hogy üzleteiről beszéljen. Pénzről pedig semmiképp. Tudja, én nem szeretnék itt számokról beszélni, vagy belemenni abba, hogy a Rothschildok vagyonát másokéhoz hasonlítgassam. Azt hiszem, Franciaországban, és talán Németországban is történelmi hagyomány,
hogy a Rothschildokat a leggazdagabb családok közé sorolják. Biztos, hogy másokhoz képest sok előjoggal rendelkezünk. Nem kell féltenünk a megélhetésünket. Azt azonban meg kell mondanom, hogy az utóbbi 20-30 évben jóval nagyobb vagyonok jöttek létre, mert voltak, akik látványosabb gazdasági sikerekre törtek. Németországban is. Ezeknek az embereknek több van, mint a Rothschildoknak. Noha ők maguk kevésbé ismertek. Tudom, hogy társadalmunk felső rétegéhez tartozom, de hogy visszatérjek a kérdésére, nem fogok összerogyni gazdagságom pszichikai vagy morális terhe alatt. Utunk a francia Alpok legúribb üdülőhelyére vezet. Mezsév a Mont Blanc lábánál fekszik. Edmond de Rothschild megunta Szent Moritz nyüzsgését, és úgy döntött, ezt a csendes helyet választja. Aztán úgy alakult, hogy exkluzív nyaralóhelyé fejlesztette a környéket. Halála óta felesége Nadine tölti itt a forró nyári hónapokat, összekötve a kellemest a hasznossal. Pedig, amikor 40 évvel ezelőtt őt vette el a leggazdagabb Rothschild, bizony felzúdult a család. A bárónő nem szégyel erről beszélni. Szeretném önöket meghívni a kastélyszállomba. Kérem, lépjenek be. És elmeséli, miért volt botrányos az ő házassága. Amikor megismertem a férjemet, fogalmam sem volt, mit is jelent Rothschildnak lenni. Fiatal színésznő voltam. Annyit tudtam csak róluk, hogy ismertem a szólást. Nem vagyok olyan gazdag, mint a Rothschildok. Fogalmam sem volt, hogyan élnek. Amikor megismertem a férjemet, azt sem tudtam, mi a foglalkozása. Egy szempillantás alatt egymásba szerettünk, és 40 évig voltunk házasok. Kapcsolatunkért kezdetben egy lyukas garast sem adott a család. Először is nem voltam zsidó. Másodszor nem voltam gazdag. Harmadszor nem volt meg az a műveltségem, ami a jó házból való úrilányoknak. Ám a család tévedett. Azt hiszem, én vagyok a jó példa arra, hogy mi minden történhet az emberrel életében. Élő bizonyítéka vagyok annak, hogy egy nő is lehet sikeres, ha valóban akarja. A botrány már feledésbe merült. A hölgyből buzgó üzletasszony lett, és státuszának megfelelően golfozgat is. Ráadásul bestsellereket írogat, illemtant vagy módszertant arról, hogyan fogjunk magunknak milliómost. Mindig is vezettem naplót arról, hogy milyen nagyszerű az életem. Azután rávettem az uramat, írjon könyvet belőle. Bestseller lett. Persze a többi könyvem is sikeres. Mezsev és környéke nagyrészt az övé. Golfpályák, szállodák, síliftek és luxus éttermek, amelyek a konyhaművészet remekeit és a pincék legnagyobb kincseit kínálják. A Rothschildoknak két szenvedélyük van, a bank és a bor. A bor a Rothschildok számára az életöröm kifejezője, a társasági örömök megtestesítője. Íme néhány példa arra, mit is kedvelnek a Rothschildok, és mit tartanak a borászati hagyományok drága köveinek. Ez egy Chateau Lafite 1934-ből. Mellette egy Mutton Rothschild 1928-ból, ez pedig itt a férjem egyik utolsó gyermeke, a Chateau Clark. Van még néhány más birtokunk is. Mindig is azon voltunk, hogy jó borokkal kínálhassuk a barátainkat. Ám ez a három bor mégiscsak, hogy úgy mondjam, házunk kiemelkedő büszkesége. Ezek testesítik meg leginkább az évszázados borászati tradíciókat. A bor számunkra az életöröm, a bor az álmok megvalósulása, a bor az, ami az életet kellemessé teszi. A férjem is így gondolkodott a borról. A bárónő felkarolta a család másik fontos hagyományát is, az Izrael iránti elkötelezettséget. Férje nagyapját ugyanis Izrael alapító atyának tartják. Mindenek előtt azt kell mondanom, hogy Izrael az életem. Többet adott nekem, mint bármelyik másik ország.
Amikor zsidó nővé váltam, megéreztem, hogy a zsidó közösség valami egészen különleges. Korábban nem tudtam, milyen erős egy zsidó család, mennyire összetart, és ennek köszönhetően milyen hatalmas. Ez emberileg nagyon sokat adott nekem. Közben imádni kezdtem Izraelt. Talán azért is, mert a férjem is annyira szerette. Ez az érzés most sem változott bennem, pedig a férjem már meghalt. Sőt, azt gondolom, ez a vonzalom Izrael iránt, ha lehet, még erősebb, még szenvedélyesebb lett. Jóval azelőtt, hogy Theodor Herzl felvázolta vízióját a zsidók visszatéréséről, Edmund Rothschild a 18. század közepén megalkotta elképzelését az ígéret földjének visszaszerzéséről. Ő volt az első, aki telepeket hozott itt létre. Máig is óriási adományokat kap Izrael ott, ahol ez szükséges. 1992-ben például egy építészeti ékszerdobozt ajándékoztak a Rothschildok Izrael államnak, a jeruzsálemi legfelsőbb bíróságot. A Rothschildok mindig nagy figyelmet fordítottak arra, hogy különféle szimbólumokkal erősítsék a fiatal állam öntudatát. Ők ajándékozták a parlament, a Knesset épületét is az izraeli népnek. Annak idején 1955-ben 6 millió font sterlinget adtak erre a célra. Izrael állam alapító atyának unokája Edmund sokat segített nekem abban, hogy én legyek a munkapárt elnöke. Tudja, nálunk a Labour mást jelent, mint a munkásmozgalmak esetében a többi országban. Nálunk Izraelben a munka azt jelenti, hogy a béke pártja. Persze emellett pártomat gyakran hozzák összefüggésbe a mezőgazdasággal és az ország fejlődésével is. Szerencsére ezen a területen is nagyon sokat tettek értünk a Rothschildok. Izraelben meglepő módon egészen másképp él a Rothschildokról, mint Európában. Számukra a család nem legendás milliárdosokból áll, akik kastélyaikban élnek és néha adakoznak. Az izraeliek számára a Rothschildok közülük valók. Edmund Rothschild utolsó kívánsága az volt, hogy feleségével együtt Izraelben temessék el. 20 évvel halála után helyezték át holttestét ide Izraelbe, erre a dombra. A hatalmas park közepén található kripta az izraeliek számára szinte búcsújáró helyé vált. Izrael megalakulása korunk egyik legérdekesebb története. Családunk természetesen komoly szerepet játszott ebben. Pillanatnyilag sok minden nyugtalanít ebben az országban. Én azonban továbbra is megtiszteltetésnek tartom, hogy alapítványunk segítségével hozzájárulhatunk ennek az országnak a fejlődéséhez. Ezért a jövőben is sokat fogunk tenni. Edmond többek között életörömöt is vitt Izraelbe. Évszázadokkal ezelőtt betelepítette a világ legjobb szőlőfajtáit, így a bordóit is. Edmond volt a cionisták előtt a telepesek élharcosa. Ma már kiváló borok teremnek az izraeli dombokon. Kitartó nemesítő munkával elérték, hogy az éghajlatnak és a nehéz talajviszonyoknak megfelelő szőlőfajtákat nyerjenek, amelyek méltók a Rothschild névre.
A bortermelés Izraelben nem csak az Edmond iránti tiszteletet fejezi ki, hanem főhajtás az egész Rothschild család előtt. Hosszú évtizedeken áttartó fáradozással sikerült a Kármel borászatnak elnyernie az első nemzetközi kitüntetést. A pince régi hagyomány szerint mélyen a földbe nyúlik. Pontosan arra a mintára készült, amire a bordói pincék, a Lafitte vagy a Mouton birtokokon. Aki itt a Richon de Sion birtokon jár, könnyen hiheti, hogy Bordóban sétál. A Rothschild család valójában egy nemzetközi szervezet. Pénzük mindig is átlépte a határokat. Más tőkésekkel ellentétben azonban mindig is társadalmi felelősséggel cselekedtek. Ha úgy tetszik, történelmi és eszmei elkötelezettséggel. Ezt a felelősséget az a szegénység ébresztette bennük, amelyben sok zsidó élni kényszerült. Amikor hihetetlen gazdagságuk csúcsára jutottak, akkor mindezt már nem önző érdekeik kielégítésére használták. A Rothschildok 250 éve hűek ahhoz a családi hagyományhoz is, amely szerint bankjaik és üzleteik helyiségeibe nem léphetnek újságírók, tilosít fényképezni, filmet forgatni. Jó évtizeddel ezelőtt a Rothschildok visszatértek Frankfurtba is. Alig észrevehetően, mintegy a bőrze árnyékában kötik üzleteiket, hiszen Frankfurt ma az Európai Központi Bank székhelye. Itt a londoni pénznegyedben indította el 200 évvel ezelőtt Nathan a maga bankját a szűk kis Swissing közben. Ez a ház már kénytelen volt átadni helyét egy közigazgatási épületnek. A Rothschildokra máig jellemző, hogy távol áll tőlük a többi bankra jellemző hivalkodás. A szűk kis utca másik előnye az volt, hogy a királyi tőzsde csupán egy saroknyira volt tőle. A Rothschildok üzleti archívumait ma is szigorúan zárva tartják. Ritka az olyan információ, mint a Suezi csatorna megvételének esete. Manapság a Rothschildok elsősorban vállalkozásokat finanszíroznak, azt is inkább csak szerény mértékben. Már nem a kormányok bankárai, mint egykoron. Ugyanakkor már a 60-as és a 70-es években végrehajtották azt az átalakulást, amelynek során nemzetközileg működő gazdasági bankhálózatot hoztak létre, mégpedig nagy sikerrel. A világ hatalmasai számára évszázadok óta ismerős ez az út, ami Anglia egyik legdíszesebb kastélyához vezet. Viktória királynő törzsvendég volt itt, ahol a német császár és az orosz cár egyaránt szívesen nyaralt. Winston Churchill és 7. Edward pedig szinte otthon érezhette magát. E falak mögött ma a világ legnagyobb műkincsgyűjteménye található. Azért, hogy biztos jövője legyen a gyűjteménynek, a kastélyt és a műkincseket az államnak ajándékozták a Rothschildok. A fenntartásáról azonban így is saját alapítványuk gondoskodik. Azzal ugyanis, hogy a Rothschildok gondozzák a múltat, a jövőért is sokat tesznek. Ami a jövőt illeti, inkább szerényen gondolkodunk. Én nagyon örülnék annak, hogyha azok a dolgok, amik iránt felelősséggel tartozunk, így például a Weddeston Manor, az üzleteink, az izraeli alapítványunk rendben tovább működnének. Ezeket büszkén tűzzük zászlánkra. Remélem, hogy a Rothschildok nem válnak kövületekké, hogy a továbbiakban is megőrizzük életerőnket, eredetiségünket, noha már hatalmat nem gyakorlunk. Manapság már nem is lehet elvárni egyetlen családtól sem, hogy olyan befolyással bírjon, mint ami nekünk volt a 19. században.
Dicsőségünk azonban így is fényesen ragyog, és fenn is marad. Ha a család rendkívüli és évszázados sikersorozatán végignézünk, a legfontosabb tanulság talán abban rejlik, hogy pénzügyi dolgok miatt sohasem következett be közöttük szakadás. Éppen ellenkezőleg, a pénzt mindig közösen gyarapították. Talán ez az, amiben különböznek a többi európai dinasztiától. Narrátor Hajtó Aurél, magyar szöveg Baktai Miklós, szerkesztő André Judit, hangmérnök Kertes Ferenc, gyártásvezető Gombos Mónika, szinkronrendező Jankovics Krisztina. A magyar változat a Magyar Televízióban készült 2006-ban.